Esélynap. Fogyatékossággal élő és egészséges gyerekek sportoltak együtt. A cél az előítéletek felszámolása volt. Selejt. Több konténernyi elektronikai hulladék gyűlt össze a városban. A kidobott gépek veszélyes anyagot tartalmaztak. Kompromisszum. Már a polgári peres eljárásokban is alkalmazható a mediáció. Minden érintett nyerhet vele. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Fogyatékossággal élő társaikkal játszottak, sportoltak együtt a gyerekek az esélynapon a Bercsényi iskolában. A Vas megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház színes programjának a célja az volt, hogy segítse az előítéletek felszámolását. Milyen lehet kerekesztékkel akadályokat kerülgetni? Vagy labdázni, ha nem látjuk, csak halljuk, ahogy csörög a játékszer? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a gyerekek az esélynapon. Fogyatékossággal élő és egészséges gyerekek együtt sportoltak. Marcell például a kosárlabdadobást gyakorolta. Szoktam kosarazni az iskolába, hát még szeretnék sokáig így kosarazni. Hát azért így kerekesszékből nehezebb, mint simán úgy futva kosarazni. A rendezők elsődleges szándéka az volt, hogy a gyerekek személyes tapasztalatokat szerezzenek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú rendezvény zajlik, és ha már egy gyermeknek a gondolkodásmódja megváltozik az esemény kapcsán, én azt gondolom, hogy akkor már értelme volt ennek a mai napnak. A gyerekek, akik eljöttek az esélynapra, azt mondták, ők, ha szükség lesz rá, biztosan odaállnak majd fogyatékossággal élő társaik mellé. Én támogatni fogom, mert szerintem az egy jó dolog, hogyha segítünk az embereken. Hát én egyáltalán semmi rosszat nem fogok rájuk gondolni, és segítek, hogyha tudok. Bóka Eszter azt mondja, az elmúlt években sokat változott a fogyatékkal élők megítélése, sokkal kevesebb az előítélet. Jobban befogad minket a társadalom, de még mindig rengeteg fal van. Ezek a napok ezeknek a korosztályban lévő gyerekeknek nagyon jók arra, hogy közeledni merjenek. 7 iskola csapata jelentkezett a programra, az 5.-6. osztályosok megismerkedhettek a brejírással, valamint különböző ügyességi, készség és képességfejlesztő játékokat is kipróbálhattak. Büntetőügyekben évek óta alkalmazható, polgári peres eljárásban pedig januártól elfogadott a mediáció. Az eljárás megegyezést hivatott teremteni a vitás felek között. Üres a pad a Szombathelyi Törvényszék folyosóján. A bíróságokat is tehermentesítheti az az alternatív jogvita rendezési módszer, ami egyre elterjedtebb napjainkban. A mediáció egy olyan közvetítői eljárás, amely büntetőügyekben 2003 óta, polgári pereknél pedig idén januártól vehető igénybe. A mediációval nem vesszük ki az igazságszolgáltatásból az ügyet, hanem adunk egy alternatív lehetőséget a megoldásra. Ha nem ment, semmi baj, visszakerül a rendes törvényes medrébe. Azonképpen azt is el kell mondani, hogy mediáció nem csodaszer. Nem old meg mindenkinek minden problémáját, de egy olyan lehetőség, egy olyan próbálkozás, ami gyorsabbá teszi, olcsóbbá teszi, és a felek számára talán elfogadhatóbbá teszi a megoldást, hiszen az ő akaratuk is benne van. A mediációval az összes érintett nyerhet, a sértett kártérítést vagy jóvátételt kaphat, a vádlott nem válik büntetett előéletűvé, a kisebb bűncselekmények pedig kikerülhetnek az igazságszolgáltatásból. Persze az eljáráshoz mindkét fél beleegyezése szükséges. Ez a mediáció egészére érvényes. Tehát ha csak én akarok mediálni, és a másik fél nem járul hozzá, ez nem lehetséges. Hiszen a mediációnak pont ez a lényege, hogy kettőnk között létrehoz egy egyességet. Tehát minden esetben mind a két fél hozzájárulása kell. Vas megyében még nincsen bírósági mediátor, a képzés azonban hamarosan elindul, addig is azzal a megyében működő mediátorhoz fordulhatunk. A havazás miatt a tehergépjárművek elől lezárták a szlovén határt. A körmendi és vasvári térségben is havas útviszonyokra lehet számítani. A megye területén is esik a hó, kedden újabb 10-20 cm hullhat.
Rövid híreink között szó lesz arról, hogy időjárási szélsőségek ihlették meg a Meteorológiai Társaság rajz pályázatának résztvevőit. Március 31-én lejár Nagy Zoltán megbízatása a Vas megyei múzeumok igazgatóságának élén. Az igazgatói posztra 4 pályáztak, őket hallgatta meg hétfőn zárt ülésen a Város Kulturális és Sportbizottsága. A jelöltek: Sommer Ildikó az intézmény jelenlegi igazgatóhelyettese, Illés Péter kulturális antropológus, Csapláros Andrea az Ézeum Savarienza vezetője és Kis Péter régész. Az igazgató személyéről az önkormányzat márciusi ülésén a képviselők döntenek. Majdnem instant címmel nyílt kiállítás a Frey kávézóban hétfőn délután. Garai Antal munkáit telefonnal készítette, és mindegyik képen a kávé a főszereplő. Tavaly áprilistól az egyik közösségi portálon publikálta alkotásait. Antalnak ez az első önálló kiállítása, de a jövőben tervez még folytatást. A 320 polaroid fotóból álló összeállítás 3 hétig ingyenesen látogatható. A Meteorológiai Világnap alkalmából 5. alkalommal hirdetett plakát és fotópályázatot az Oladi Iskola a Magyar Meteorológiai Társaság szombathelyi csoportjával közösen. A felhívásra szép számmal érkeztek középiskolások, egyetemisták által készített alkotások. A fiatalok többségét a mai kiszámíthatatlan időjárási jelenségek ihlették meg. A kiállítás megnyitón Kúti Zsuzsanna, a Teleki Iskola szaktanára köszöntötte a megjelenteket, majd a legjobb pályaművek készítőinek emléklapot adott át. A tárlat 2 hétig a Nyitra iskolában, utána újabb 2 hétig az Oladi iskolában tekinthető meg. Akár 30 forint is lehet a PET palackok betétdíja. A hulladékgazdálkodási ügynökség ügyvezetője szerint ez hosszú távon nem drágítaná az üdítők és ásványvizek árát. A visszaváltható palackok ugyanis akár 50-szer is felhasználhatók. Recsen a palack, nő a halom. A Puskás Tivadar szakközépiskolában 2011 óta tapossák laposra a flakonokat, darabját 1 forintért. A gyerekek, a takarítónénik, a kollégák és külsős kapcsolataink is vannak, hozzák a palackokat, és reggelente a gyerekek nagyon egyszerű, mechanikus módon tapossák a palackokat. Korábban volt zsugorító készülékünk, de hát hamar megadta magát, így hát a gyerekeket vonjuk be ebbe a programba. 2011-ben havonta 400-500 palackot gyűjtöttek az iskolában, de ma már 1000 darab is kerül. A program célja kettős. Egyrészt azért, hogy a környezetet valamilyen szinten ugye védjük, aztán hát igazából ez is egy olyan fajta bevétel az iskolának, mint a diák önkormányzatnak, mint ezt támogatni például talán a diáksport kört lehetne, de hát igazából inkább a diák önkormányzat. Amennyiben igaznak bizonyul a hír, hogy a PET palackok betétdíja akár 30 forintra nőhet, a diákok, de alig hanem sokan mások is még lelkesebben gyűjtenék a flakonokat. Úgy vesszük észre, hogy a vásárlóink is a szelektív hulladékgyűjtést támogatják. A tavalyi évben 20 millió PET palackot és 65 millió alumínium palackot hoztak vissza. A palackok betétdíjának emelését a hulladékgazdálkodási ügynökség kezdeményezte. Vezetője szerint ez nem járna az üdítők drágulásával, ugyanis a palackok akár 50-szer is újra felhasználhatók. Szombaton a város 4 helyszínén szerveztek elektronikus hulladékgyűjtést. Már néhány óra alatt több hulladék gyűlt össze, mint tavaly ilyenkor. A berendezéseket a bennük lévő veszélyes anyagok miatt kell külön gyűjteni. Egész szombaton nagy volt a mozgás a Kiskör utcai parkolóban. A Szova konténere néhány óra alatt megtelt, ott jártunkkor már a másodikba gyűjtötték az elektronikai hulladékot. Egy régi kávéfőzőt hoztam, ami több személyes, és már nem tudjuk ott használni. Aztán mit hoztam még? Rossz rádiót, egyet, kettőt, ilyen kicsit, meg egy rossz pénztárgépet. A tévünknél volt egy pár ilyen régi tévé, és azt gondoltuk, hogy például hozzuk mégis egy olyan gyűjtőhelyre, ahol hát megfelelő helyre tudják elszállítani. A legtöbben régi, nem használt hűtőszekrénnyel vagy más kidobásra ítélt háztartási géppel érkeztek, de hoztak televíziót, számítógépet, monitort és ventilátort is. Ennyire környezettudatosak vagyunk,
hogy nem dobjuk bele a sima kukába, vagy egyéb más helyre. És ezt pont megláttam itt ezt a konténert, meg hallottam is róla, hogy ilyen konténerek lesznek helyezve, és hát nem mentem ki egészen a Körmendi útig, hanem akkor itt letettük. Mivel az elektronikai eszközök veszélyes anyagokat is tartalmaznak, nem gyűjthetők együtt a háztartási vegyes hulladékkal. Tudja ugye, hogy nem lehet kirakni az utcára lomtalanításkor? Azért hoztuk. Azért kellett megragadni az alkalmat, mert igazából nem értem volna rá, de az időponthoz ragaszkodni kell. Vagy pedig máshová kellett volna vinnünk. Tavaly kétszer szervezett hasonló akciót a SZOVA, a tapasztalatok szerint minden alkalommal többen veszik igénybe a szolgáltatást, így kevesebb hulladék kerül az erdőszélekre, illegális lerakókba, és a bennük lévő másodnyersanyag sem veszik el. Ezek az eszközök teljes mértékig hasznosításra kerülnek, gyakorlatilag egy partnercégen keresztül ők szétszerelik, és ami hasznosítható, azt újra hasznosítják. A SZOVA arra hívja fel a figyelmet, hogy az elektronikus hulladékot senki se tegye ki az utcára lomtalanításkor. Aki a mostani akcióról lemaradt, április 6-án újabb három helyszínen, a Stromfend lakótelepen a Verseny utcában, Oladon a Kodály Zoltán utcai parkolóban, valamint a Zanati és a Pálya út sarkán lévő parkolóban adhatja le elektronikus hulladékát. Vereséggel kezdte a Divízió 2-es bajnokságot a Haladás Crushers amerikai futballcsapata. A szombathelyiek 5 pontos vezetésüket eltékozolva 14-12-re kaptak ki hazai pályán az Új Buda Rebels második kárdájától. Elég nagy volt a jövésmenés a téli holtidényben a Haladás Crushers Divízió 2-es amerikai futballcsapatánál. A vazsiaknál több játékos is a távozás mellett döntött, viszont nagyon jól jött az a tény, hogy a zalaegerszegi gárda nem nevezett egyik bajnokságba sem, így több focistájuk szabadon igazolhatóvá vált. Csapatunk magja maradta a tavalyi, 3 játékosunk távozott Győrben, ellenben 4 játékos sikerült igazolnunk a Zalaegerszegről. A terveink mindenféleképpen az elődöntőbe jutás, hasonlóakhoz hasonlóan, de most szeretnénk már a bajnoki döntőbe is bejutni. Nagyon sok újoncunk van, várunk is még további játékosokat. A Haladás Crushers a pontvadászat első fordulójában hazai pályán fogadta az Új Buda Rebels második együttesét. A találkozó jól indult a vasiak számára, és még a derbi vége előtt 6 perccel is 12-7-re vezettek. A hajrában azonban fordítani tudtak a vendégek, és végül 14-12-es győzelemmel távozhattak Szombathelyről. Sajnos az döntötte el ezt a meccset, hogy a hibákból nem tanulunk, vagy hát az első meccsből tanulunk, ugye, és nagyon sok hibát vétettünk, amit ők kihasználtak. Persze őnek is volt hibájuk, mi is kihasználtuk őket, csak ők talán egy picivel jobban. Több lehetőségük volt a mi hibáinkból okulva, úgymond, és több labdát szereztek, több eladott labdánk volt, úgyhogy szerencsém eléjük át. A Vasi Gárda a következő fordulóban április 7-én vasárnap Pécsre látogat. A Gringos elleni meccset a papírforma alapján mindenképpen meg kellene nyerniük a szombathelyieknek. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. A legfontosabb események összefoglalói megtalálhatók az interneten a www.stv.hu címen. Híradónkat óránként sugározzuk, friss hírekkel hétköznaponként este 6 órától várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!